A Viterra növényolaj gyártó Kft. 2012 óta állít elő nyers növényolajat napraforgóból, repcéből és szójababból, illetve takarmányozásra alkalmas darát. Ezen felül pedig pelletet is gyártunk a napraforgó és a szójabab héjából. 3 éve dolgozom rakodógépkezelőként a cégnél. Azért fontos a munkám, mert a nyersanyag beérkezésétől kezdve a végtermék rakodásán át a kiszállításáig részt veszek a gyár működésében. A rakodógép kezelő feladata a nyersanyag, majd a gyártás során keletkezett végtermékek raktározása, majd a későbbiekben a külsős kamionok megrakodása, amik szállítják a vevőkhez a terméket. Ezeket a munkákat nyugodtan és biztonságosan végre lehet hajtani, mert a Viterra nagy hangsúlyt fektet a munkavédelemre és a biztonságra. Másrészt a kiszámítható munkaidő miatt több idő jut a családomra is. Július 2019-ában érkeztem a Viterrához, az első 6 hónapban élelmiszermérnöki tanulmányaimhoz kötődő szakmai gyakorlatomat teljesítettem technológusi munkakörben. A diploma megszerzését követően felajánlottak egy pályakezdő mérnöki pozíciót a fejlesztési csapatban. Először kisebb fejlesztéseket valósítottam meg, majd nagyobb, összetettebb projektek kivitelezését is rám bízták. Jelenleg már folyamatmérnöki pozícióban dolgozom, amely a nagyobb kihívások mellett nagy előrelépést is jelentett. A gyár számos területén dolgozunk különböző projekteken, mint például a laborban megvalósuló vegyi fülkéknek a cseréje, vagy egy jelentősebb projektünk a gyár teljes területét lefedő kamerahálózat bővítése, emellett az online rezgés diagnosztikai rendszer kiépítése. Azért szeretek a Viterránál dolgozni, mert a különböző projektek mellett egy nagyon jó közösségben dolgozhatok, és a mindennapi munka mellett a közös programokkal, mint például csapatépítőkkel erősítjük az összhangot. A változatos projektek által több mérnöki területen szerezhetek tapasztalatot, mindezt egy stabil, dinamikusan fejlődő nemzetközi cégnél versenyképes fizetésért tehetem meg. Én 2018. novembere óta dolgozom a Viterra cégcsoportnál, Budapesten kezdtem a munkámat, egy rövid 10 hónapos periódus után a vezetőim felajánlották nekem a lehetőséget, hogy vezetőként bizonyítsak a gyárban. Minőségirányítási vezetőként dolgozom, hozzám tartozik a bejövő alapanyagoknak a minősítése, a gyártásközi és késztermékek mintázása, illetve azoknak a minősítése. Mintavételezésnél minden egyes autót vizsgálunk, nem jöhet be olyan alapanyag a gyárba, amit mi ne minősítenénk. Gyártásközi mintákat a belső laboratóriumban ellenőrizzük, a gyártásközi mintákhoz kapcsolódó eredmények lehetőséget teremtenek a gyártás számára, hogy a gépeket úgy állítsák be, hogy a lehető legjobb minőséget gyártsuk. Késztermék nem adhatja el a gyárat, anélkül, hogy nem minősíteni a belső laboratóriumunk. Harmadik legfontosabb területe a munkánknak, a minőségirányítási rendszerünk fejlesztése belső auditokon keresztül. Vezetőként azt tartom a legfontosabbnak, hogy olyan légkört teremtsek a kollégáimnak, amiben a legtöbbet tudják kihozni magukból. Büszke vagyok arra, hogy olyan gyárban dolgozhatok, amit több alkalommal az év gyárának választottak.